Legközelebb Rudolfóval már, mint partnerrel találkoztam, 58-ban a Cirkusz revűben, ahol szocialista, realista Cirkusz revűt rendeztek Komorság szigetes címen. Ebben a Cirkusz revűben együtt léptünk fel, Rudolfó mint bűvész, engem elrejtett egy csodaszekrénybe, és én kiugrottam, hol mint kisfiú, hol mint kislány, hol mint bohócnő, hol mint táncosnő bikiniben. Milyen tisztelt közönség! 48-ból van. Kedves bálozók, engedjék meg, hogy a Komorság szigetének nevében üdvözöljem Önöket. Sok-sok szomorúságot, boldogtalanságot, bánatot, és nagyon-nagyon-nagyon szomorú estéket kívánok Önöknek! Ó, szerencsét annak köszönheti, tisztelt polgármester úr, hogy idejöttünk! Tessék? Tessék? Tisztára olyan, mint egy varázda billegető! Mit? Kényszeríteni, hogy erőszakhoz folyamodjék különben is. Ó, úr, pontosan kiszámítottam, hogy a sziget valahogy itt is ér. Négy már! Hogy a sziget valahogy a hatójára az életet végig, igen komoly jár a végján, pontosan menni is. És ér? Na nézd! Láttad? Megint bement a sufniba. Jön a húgó, a bősz, a gorda, félelmetes, rendeletes húgó! Jön a hú, jön a hú, jön a hú, jön a húgó! Hát az egyik előadáson nem sokat változtam. Egyik előadáson Rudolfó lőtt, és a szekrényből kiugrott az öltöztetőnő.